Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép vasárnapi reggelen, délelőtten, hány óra van? 9 óra, 7 perc van, képzeld el. Készen vagyunk, ugyanis kint nem esik az eső, mondtam nektek, ha nem esik az eső, megyünk kajakozni ma a apukámmal, meg a Lucas-szel. Na mi helyzet, készen vagy? Ja. Van mindenünk, van egy úszómellényünk, és a Lucasnek ezt rárakjuk, hogy véletlen belessél a vízbe, aztán elsüllyedje nekem. Amúgy tud úszni, de azért jobb, ha rajta van. Hoztunk ilyen innivalót, mit hoztunk? Vizet hoztunk, teát hoztunk, egy kólát, hoztunk ilyen, mi ez? Ez micsoda? Ilyen french fries. Na minden, hoztunk sok ilyet is, meg hoztunk egy törölközőt. Úgyhogy, mi most elindulunk, hozom a szemvegemet, és a GoPro-m, képzeld el, a múltkor eladtam, úgyhogy filmben most nem tudok filmezni, de reméljük, hogy a szemveg nem fog beleesni a víz, úgyhogy ezt felrakom, aztán próbálok majd ezzel filmezni, és na várja, megvan. És mit akartam mondani? Az idő olyan, mutatom neked, felhős az idő, de nem esik az eső, kint meleg van, legalábbis itt a teraszon. Látod, ilyen felhőses, de... Mit? Nem, oda megyünk kajakozni. Nem oda megyünk kajakozni, de kimegyünk oda a szigetre, a túloldalra, valószínű, majd meglátjátok, majd már voltunk arra a tavaly is, csak te nem voltál velünk, ugye? Hol vagy? Ott vagy. Na, akkor húzzuk a, nem a cipőnket, hanem a papucsunkat, aztán elindulunk. Megjöttünk, nem más van, a szüleim, mert itt vannak lent a garázsban, ugyanis itt vannak a kajakok. Mutatom, látod? Ez a ide. Banána. Mit? Yellow banana. Ja, ez a kettő, az meg az én, látod mi ez? Tudod mi ez, Lucas? A vitorlás majunk. Amit fel kell fújni, és majd egyszer kivisszük amúgy valahova. Látod, itt van az autó előtt. Ja, de most nem tudunk rendesen vitorlázni. Majd hogyha megtanulunk. Úgyhogy, na várjál, addig lerakom ide a cuccost. Aztán mutatom, hogy hogy fogjuk, mert le fogjuk húzni a kajakokat, mutatom. Látod, van ilyen kerék hozzá, erre rá kell rakni a kajakot, és ezt fogjuk áthúzni oda a túloldalra, majd mutatom merre. Lucas, mit csinálsz? Rakjad oda vissza. De rakd oda vissza, mert rá kell rakni a kajakot. Na várjál, hozzuk őket. Na, fogjuk meg. Te, nem könnyű. Tud, menj olyan kicsit. Oda rárak, látod, hogy már rajt van. Látod? Ilyen ez is. Én fogom ezt. Te fogod ott, rendben van. Jó, de én is segítem. Oda rátesszük. Rajta van? Jó. Megfogjuk a húzópályát, és húzzuk. Úgyhogy, mit hozunk? A cuccunkat beletesszük, rendben van? Úgyhogy azt hiszem, hogy átváltok erre a kamerára, ugyanis nem tudok húzni, megfilmezni egyszerre. Na menj! Na, kiúsztuk őket onnét a garázsból. Most átmegyünk a parkon, és oda tudod arra, látod, ott a víz. Lucas, te mit filmezel? Én nem tudom. A Lucas is filmezik apukám kamerájával. Na nézd, már olyan megérkeztünk. Ott van szemben, látod, ott a tengerpartnak az a strandos rész. Itt a busz megálló. Itt most átmegyünk ezen a parkon, vagy mi ez? Mint ha park, látod, ott vannak ilyen parok, ahol le lehet ülni, amúgy elég nehéz ez a kajak, te. Húzni nem könnyű. Lucas, te meg vagy? Ja, én vagyok. Jól van. Megérkeztünk a piros lámpához. Vagy a zöldhöz. Jaj, most gyorsan csak átrohanunk. Amúgy meleg van, te, olyan mondom, meleg van. Ilyen 30 fokat mutatott az autó, de ez a párás idő van megint. Lucas még mindig filmezik. Lucas, mit filmezel? Nem is vagyunk a vízen. Én nem tudom, én csak akarok filmezni. Aj, te. Na gyere, zöldben megyünk. Gyorsan, mert mindjárt piros van, látod? Melyik részére menjünk? Jobbra vagy balra? Balra. Legalábbis apukám arra megy. Fordulunk. Meg vagyunk. Látod, ott abban laknak a szüleim, abban az emeletes házban, ott szemben. Úgyhogy azért csak simán lehozod a kajakot, azt áthúzod a túloldalra. Mi, Lucas? Itt ez a strandos rész, ahol le lehet jönni. Jössz, Lucas? Megjöttünk. Egy páran fürdenek azért. Nem jön senki. Itt a biciklink, láthatod.
érzed, Lukasz, elfáradta? Még nem is mentünk bele a vízbe. Ki fog evezni? Te fogsz evezni, vagy én? Mi? Te fogsz evezni, vagy én? Na, megérkeztünk, látod? Itt lerakjuk a kajakokat, azt átevezünk oda. Mely a miénk? Most nem tudom, melyikkel megyünk mi? Nem, már kezd nézni. Most miért néz a szerpen ki, mint a miénk, amit húzok? Mi? Aha. Ja, leveszik a cipőnket. De nem ott hagyjuk, hát visszük magunkkal, nem ide jövünk vissza. Ki tudja, hogy hol fogunk lejönni. Hideg a víz? Hideg, mi? Na, készen vagy? Na, Lukács megkapta mentőmellényt. Nagy véletlen baja legyen. Készen van ez a kajak. Be van minden pakolva rá. Apukámnak is rárakta a kereket. Úgyhogy elindulunk valamerre. Ott van szemben ugye a Dreamworld, SeaWorld. Ahol múltkor voltunk, azt arra Surface Paradise, amit nem lehet most látni ott a házak miatt. Aztán itt van egy pár sziget, ott ki lehet menni az óceánat a sziget után. Úgyhogy valószínűleg megyünk, lehet, hogy a túloldalra, a víz elég magas most amúgy. Nézd, ott van Surface szemben, látod? Ott vannak azok a nagy házak. Azok nem hiszem, hogy el fogunk evezni. Ja. Mi ki fogunk itt kötni valószínűleg ezen a szigeten itten, ahol apukám van. Ja, átjöttünk a főutcán, ahol jönnek itt a hajók, látod? Amit olyan jönnek tindulni van itt szemben. Mimi? Azok tartók. Látod, itt van ez a fekete, ide bele lehet pakolni a cuccaidat és nem lesz vizes. Ott a telefonom meg a kulcsom. Na, megérkeztünk. Itt vagyunk, amit itt szoktak lenni delfinek. Szerencsések vagyunk, majd látunk egyet. Persze, ne veszélje, hogy cápa. Csak nem lesz itt cápa. Na, megjöttünk. Kiszállhatsz. Jaj, de hideg a víz, te! Szálljál. Nyere, visszahúzlak. Itt már kiszállhatsz. Na. Lábadat lerakod, aztán felállsz. Látod, pici a víz. Én gondolom, hogy az egy dolg. Na. Visszajöttem a kameráért, ezzel talán egy kicsit jobban lehet látni, mint a szemüveggel. Még mindig itt vagyunk ezen a félszigeten amúgy. És te, ez nem is félsziget, ez végül is lement a víz, és azért a homok itt kiáll. Megérek be menni, komolyan mondom. Lukasz is filmezik közben. Nem lát bele az elszédébe, ami itt egy zselihal, látod? Oda nézzél! Nagyon veszélyes. Nagyon nagy égési sérüléseket tud okozni. De nem szabad megfogni. Nem szabad megfogni. Vannak itt madarak. Oda nézzél! Jó sok madár. És valószínűleg arra viszonyunk a kajakunkért, és nem tudom, lehet, hogy átvezzünk oda a túloldalra. Látod oda a szigetre, aztán körbejárunk egyet. Amúgy ott szoktak lenni ilyen valabik, ilyen kengurus valabik. Úgyhogy most oda átmunk, amúgy ott egy lakóhajó szembe. Kicsi a víz, nem lehet kievezni. Gondolj! Mit? Gyere, mit csinálsz? Behúzlak először, gyere! Aj, te de nehéz vagy! Át kell venni ezen a kis vízen először, majd én inkább tollak, jó? Evezzél! Mehet! Kicsit nagy a Lukasznek ez a Jackie. Majd kell menni neki egy másikat, ugyanis kinőtte a régi, ami volt neki. Az a gyerek Jackie. Mit? Hogyan nevezed te? Ja, na mennyi, evezzél! De hova mész? Nézd, látod? Mi van ott? Egy házhajó, vagy hajóház, vagy hogy mondják? A houseboat. Lukasz, ide beköltözünk egy ilyenre, és ott kötünk ki, ahol akarunk. Egy lakóhajó, na eszembe jutott, egy lakóhajó. Ezen ott kiköthetünk, éppen ahol kedved van, ott kötünk ki. Nézd a jetskiseket ott szembe. Emezült az kikötség, nehogy véletlen elmenjen, látod? Húzzuk is a kajakunkat. Az a hajót elfogadnám ott szembe, te.
Na mi van, megvan minden? Ide kipakoltam, látod? Hoztunk magunkkal enni. Legalábbis csak ilyen chipset hoztunk magunkkal. Ahogy itt ez a félsziget, vannak rajta kígyók. Mitől fáj a lábad? Vigyázz a kígyókra. Meg a web volabikra. Oda nézzél, látod azt a hajót ott szembe, azt elfogadnám. Mi, Lukasz? Elfogadnánk azt a hajót ott szembe? Lehetne róla ugrálni nagyokat. Elmegy, te! Ja, olyan, hogy kijöttünk kempingezni. Ja, mint a filmben tavaly, csak akkor nem itt voltunk. Na várjál, majd megesszük ezt, aztán körbe sétálunk valamerre, jó? Képzeld el, csinált menjet a vízbe, és itt hagytuk a chipsünket, meg a kólánkat itt a parton, mutatom neked, és mire visszaértünk, valaki elvitte. Legalábbis valami, szerintem valami állat. Oda néz, látod, ide volt rarakva a kóla mellé, itt egy zacskó. Látod, ki van szakítva, és megvan elve. Valaki megette. És arra befele, látod, apukám hozzá kifele a többit, valami állat elvitte. De ezt nem. Ezt nem vitte? Ezt nem. Na, egyet megmentett. Azt kibontotta, aztán azt az összeset megette. Szerinted mi vitte? Hát biztos nem kígyó. Biztos valami. Biztos egy ilyen valami. Jött, aztán megette a valami. Az olyasmi, mint a kenguru, csak mégse. Én mondtam, hogy vannak itten. Lukasz, megették a chipsünket. De jött egy állat és megette. Nem, te megettél! De hogy ettem én meg, hát ott volt benne ott a bokrosba. Papa! Nem a papa volt. Valami egyetlen egy maradt, kéred ezt? Nem, kapok. Nincs nyom. Akkor lehet, hogy madár volt. Lehet, hogy a madár vitte. Ja, a madár. Akkor lehet, hogy a sirályok. Nem, akkor a sirályok megette. Hát mégse valami volt. Ha, miért? Még majdnem ráfogtuk. De vár, itt van egy. Látod? De ez mi, ez nem? Itt, hol van? Lehet látni? Hol? Itt van. Ki tudja? Na itt is van egy nyom. Lukasz, ez nem a te nyomod? Na mindegy. Legalább egy chipsünk van, legalább az italunkat nem vitte. Úgyhogy most megesszük ezt az egy chipset, kéred? Nem, jó vagyok. Jó vagy? Meg megisszük a kólát, hogy én is szomjas vagyok. Nézd, milyen hangos az a hajó, csónak. A hajónak csak a hangja nagy. Na ja, nagy a hangja, csak nem megy sehova. A Lukasz visszajönt fürdeni. Hogyha nem félnék annyira, akkor bemennék ide és megmutatnám nektek, hogy itt mi van benne. Ugyanis át lehet menni a túloldalra, átmész a túloldalra, akkor ott van az óceán. És ott nem nagyon fürdenek, ugye mert ez ilyen félszigetes rész. És nem lehet átmenni se autóval, semmire erre helyre. Ide csak hajóval tudsz kijönni. Vagy kajakkal, vagy hogyha mondjuk onnét átúszol. Amúgy ott az a lakóhajó a távolban, nem is, úgy építette valaki, ott van kettő, és lehet, hogy annyira nem látni. Itt vannak már nagyon régóta, azok az emberek rajt laknak, hiszen te ilyen hajléktalanok, de mégis jobb, hogyha olyan hajó laksz, hogy hajléktalan vagy, mint mondjuk a híd alatt aludnál. Legalább minden nap a vízen vagy, meg valami szép kilátásod van. Max, fürdeni is tudsz benne itt a vízbe, bár mindegy, az a jobb, mint a semmi, legalább van valami a feje fölött. Látod, ez micsoda? Itt. Ilyen kagylós, látod? Itt is van egy, nem is kagyló, de ilyen kagyló, csak ráállt már, látod? Van itt több darab, annyira oda nem akarok menni, mert múltkor benn volt hideg, vagy itt, ezen a részen volt kígyó, egy sarású barna kígyó. Ami a barna kígyóról azt kell tudni, hogy rettentő veszélyes, mert ha megharap, akkor neked kompec körülbelül egy ugye én a segítség, egy ilyen fél órád van azért, 20 percet, fél órád, de innét, mire átér ide, még egy helikopter is ide jönne, érted? Szerintem az túl késő. Meg helikopter, nem tudom, hol tudna lesz, nem maxit a vízben, itt mögöttem leszállna, de... Na minek? Indulunk másfele, vagy visszafele, vagy amerre. A Lukasz nagyon akarom úgy fürdelni. Ott van apukám, azt mondtam, hogy ő vele fog menni. Én húzom a kajakot.
Megiszom a kólámat. Már nem is olyan hideg amúgy a víz. Először volt nagyon hideg, mikor beleléptünk. Most olyan kellemes. Már itt elég sekély. Mi a helyzet? Víz ment mindenhova, aztán esett a víz. Nem baj, hát miért? Hát nincsen neki semmi baja. Kólát ide beködöttem. Még van benne, nem lesz baja. Az evezőt kivesszük. Aztán indulunk. Egyedül azért könnyebb ám kajakozni. De a Lukasz ugye még nem tud egyedül menni. Mert nincs is másik kajakunk. Bement a szádba a víz. Mi? Mi? Na mi a helyzet? Hideg a víz? Meleg a víz? Igaz, mert nagyon mély. Tudod? Mi hol van? Mi volt ott? Cápa? Nem cápa? Halacska. Na, túloldalra megyünk, ott kisebb a víz. Ne! Én akarok menni! Nem, még túloldalra, ott kisebb a víz. Gyere! Na látod, hogy lehet rohangálni meg a gyerekeknek bemenni, mert nem olyan mély itt a víz. A víz se olyan hideg. Ne engem, mert rajtam van a szemüveg. Beázik, azt nem lesz videó. Ott látod, be tud folyni a víz. És elég gyorsan felmelegszik. Oda ne menjél, mert ott a mély. A kajakokat ott hagytuk a túloldalt. Aztán amúgy itt jöttünk le reggel, mikor jöttünk. Na most majd visszamegyünk. Lassan csak egyet úszunk. Na, elindulunk visszafelé. Kifröltük magunkat, oda néz, ott vannak a pelikának a vízbe, ott ülnek, látod? Leszálltak. Na jó, Lukasz, kiúsztad magad? Kifürötted? Kifürötted magad, úsztál nagyon nagyot? Na most visszanyik a vízre, aztán visszavezünk a túloldalra, nélkül jöttünk. Na, oda nézze, látod itt? Sokan kijönnek ilyenkor, aztán sütnek, főznek itt. Nem csak vasárnap, hétköznap is, akik itt nyaralnak. Ja, jössz? Amúgy szóval hány óra van? Hány óra van? Mindjárt dél, 20 perc múlva dél. Nézd, ott a sütő. Látod, ott sütnek. Azért kezdek ilyesleni, mert mindjárt dél van. Végeztünk, ha az nem jöttünk még haza, elmentünk a szüleimhez, visszahoztuk a kajakot, aztán Lukasz gyorsan le is zuhanyzott. Ja. És hogy én megyek haza, és én is lezuhanyzok, és mi jönjük haza, és én is lezuhanyzok, aztán megevédünk, és most kezdek éhes lenni. Te is éhes vagy? Hányja! Én nagyon éhes vagyok. Nagyon. Nem nagyon. Ejtett. Nem égett le a fejem, de tiszta, de hát ilyen vizes, folyik róla a víz, annyira meleg van. Úgyhogy 32 fok van itt az autóban, azt mondja. De már nem volt, nincs meleged annyira. Nem. Zuhany után. Felfrissültem egy kicsit, közben megebédeltünk, lezonyoztam, hogy látjátok, vagy lehet, hogy nem látjátok, de egy kicsit fel vagyok frissülve. A Davis az meg nem tudom, hogy csinál, én porszívódik szokás szerint itt van belőle, ugyanis a feleségem épp azért fejezte be a porszívódást. Ja, mit? Ja, ott, látod? A Rumi szobába. Gyönyörű. Aha. Úgyhogy, most délután nem tudom mit fogunk csinálni, valószínű, hogy nézünk tévét, átmegyünk majd a szüleim ezzel kicsikét később. Az idő amúgy képzeld el, jó lett. Oda nézzél. Hát ott elmentek a felhők, és egész szép idő lett. Mi csinálsz? Gyere, 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 gyere. Oda nézz. Ja, de most lehet felporszívozva. De azért újra felporszívozva, mi? Úgyhogy ezt a mai videót itt lassan, de én azt mondom, hogy befejezem, mert semmi érdekes nem fogunk csinálni. Aztán telepontáltok, ugye mondtam nektek telep, hogy mától, vagy tegnaptól, vagy tegnap előttől ugye minden nap lesznek videók, és most egyelőre lesznek minden nap videók, vagy és legalábbis lehet, hogy majdnem minden nap videók. Aztán egy pár mondtátok, hogy lehet, hogy unalmasak lesznek, mert minden nap videók lesznek.
Lesznek minden a videók egészen addig, ameddig tudom őket készíteni, és nem úgy érzem, hogy unalmasak a videók. Próbálom őket érdekesre csinálni, de hogyha véletlenül ugye valami közbe jön, vagy nem csinálunk semmi érdekeset, de hogy azok nem lesz videó. De megpróbálok még több videót ugye feltölteni, és még érdekesebb dolgokat filmezni nektek, ugyanis ahogy mondtam, ugye kijön a nyár, ilyenkor általában nyáron több helyre el tudunk menni, iskola után is, meg jön a szünet is, ugye a nyári szünet nem sokára. Ne bántsd a gépemet, jön a nyári szünet is nem sokára, délutánonként is el fogunk tudni menni, úgyhogy azért is gondoltam, meg ígértem is nektek, hogy elérjük az 5000 feliratkozót, minden nap lesz videó. Bár 90%-ban sokan mondták, hogy legyen videó minden nap. Volt egy ilyen 10%-ről, aki azt mondta, ne legyen minden nap videó. Úgyhogy ma meglátjuk, hogy mi lesz, ameddig tudom, filmezem, addig lesz minden nap videó. Aztán kiderül, hogy meddig bírom, vagy meddig nem. Na minden, ma meglátjuk. Úgyhogy, de azt nem bántjuk, nézd, látod a szemüveget bántotta. Nem? Nem szabad. Úgyhogy, gyere, menjünk, nem tudom is, hogy tévét nézzünk, azt átmenjünk a mamához, meg a papához. Ja, rendben van? Hova? Ezt a videót itt most befejezem, remélem, hogy élveztétek. A kajakozást mi rettentően élveztük, elfáradtunk, főleg a Lucas. Az nagyon elfáradt, mire hazértünk, az csak így volt. Na, úgyhogy mit csinálsz? Gyere ide! Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni. Várjál! Jövök! Menjünk sátrazni! Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Mi most nem más csinálunk, mint sátorozunk itt az ágyon. Ugye, Nyuszi, hol vagy? Mondd, sziasztok! De ne bújjál, elköszönünk. Sziasztok!